along in my automobile. My baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Sziasztok, köszöntök mindenkit, ismét egy Company of Heroes gameplay videó, ahol az Eastern Front módot fogom kipróbálni, aki velem van ismét, Pek Gabor, üdvözletem! Hello, hello! Na szóval, most nem oroszokat fogunk legyőzni, amcsikat, mert oroszoknál valamiért hibát írt ki egy idő után, de először is szeretnék megmutatni, hogy Gábor jött rá, hogy madarakat lő ki ez a szar. Lőj már az utca! Tehát ami ott fent van. Madarakat lő, gyerekek, figyelj, Angry Birds! Madarakat, basszus! Figyeld. Madár! Szállnak a madarak. De ez mi szép? Fekete robbanós madarak. Figyeld! Na, olyan ennyi volt, nem baj. Na hát akkor itt látjátok, itt ezt a pontot befedeztük, ez egy ilyen olyan pálya, ahol van középen egy ilyen sziget szerűség. Azért ez a kép magáért. Figyeld, ma az elefántot félig le van esve a hídról. Figyeld. Hol? Ott izé. Hol van? Ott a utolsó elefánt. Igen, ott van a melyik ez? Nashorn, ahol az orszarvú, egy hídon van az izé. Ott, ahol van az a sok tank. De várjatok, na! És a lényeg az, nézzétek meg, itt áll egy tigrisem, két tigris észem, egy királytigris, a Mauz, ilyen még nem volt egyik gameplaybe se, ez egy nagyon... Nagyon kemény tankja, most pont nem láttam. Még egy tigris Gábornak is van királytigrise, sima tigrise, észe, elefántja, orszarvúja, jaktpantere, orszarvú, elefánt megint, jaktiger. Úgyhogy nagyon durva tankcsatára számíthattok, hogyha elkezdjük megépíteni. Legalábbis ami létezett a háborúban szerintem, melyik? Ami nem csak ilyen prototípus volt. Már ez most hát melyik? A Tiger az volt a legerősebb tankodás. Hát az a nagy. És a Mauz? Gyerekek, ezt az nézzétek! Meg mekkora. Ez a Mauz, ez 3000... Ez a Tiger egy kis ismertető. Ez a király tigris alvázára építették rá ezt a nem forgatható tornyot. Jó, igen, tényleg nem forgatható. Én nem tudom. Yes, sir. Pick up your feet. Na. Valamit hoz már ott fönt. Na, akkor kezdhetjük az offenzívát. Szerintem küldjük el a tankokat, aztán náspángoljuk el. Akkor Angry Birds-et ott hagyom. Oké. Na, építhetjük a hidat, küldtem a szerelőket. Na, van itt még egy ilyen Hitlerjugend. Tiger és amit úgy építettem. Az a durva, hogy nekem csak egy tanképítő meg egy fejlesztő van a bázisa, mondtál. Jó, ott a király tigrise és a Gábornak. De kérd meg két király tigris meg egy Mauz. Hát szerintem már ez a kettő szétverni őket. El tudom rejteni azért elefántot. Hogy az elefánt vagy Ferdinánd két hasonló tank. Az volt a különbség, hogy a rájöttek, hogy a MG nélkül elég gyenge volt, hát földgyalogosok ellen a Ferdinánd, ezért az elefántra már szerelte előre MG-t. Ez nagyban megvédte a tankot a gyalogosoktól. Matya, azért gondolom tényleg jött valami gyalogos, aztán nem bír, figyelj, mennyi légvédelmi cuccuk. Hát jó, hogyha csomóan jöttek, akkor Itt van ilyen zombi építő, nem Gábor? Ahogy a halottakat beviszi, és akkor izé? Ilyen zombik lesznek ből, de azokat a zombikat így lehet használni amúgy? De nem, azt külön kell hívni. Ja. Csak akkor tudok hívni, hogyha már megtelt. Aha, értem. Most ott van, hogy mit tudom én, most csak egy hatodánál van, de azon belül tudok építeni más dolgokat is, például ilyen kamuzsi bombázásra csak ledobja a füstöt, és nem lesz bombázás, akkor ilyen véggránát, véggránátot hova dobálja? Csak a
olyan területre tudok dobálni, ahol... Miénk? Ahova nem? Ellátunk. Ott van az a házra! Látunk. Arra a házra! Ja, meg is. Figyelj, ezt nézzétek, igen. Gránátok fognak hullani az égből. Hatalmas. Figyeld, de király! Hú-hú-hú! De kemény! És ki is haltak! Szép volt! Júj! Nyomas. Hopp, vigyázz, jön a repülő! Jön, ez a miénk. Hát azt én hívtam. Csak szólok, hogy előbb, mikor nem figyeltél, akkor még egy repülőt lelőtt a légvédelmi ágyud. Na. De úgy, hogy megfordult, és lelőtte, és egyből, és ő is robbant. Mármint na, egyből elkezdett zuhanni. Alig lőtte a páraszt. De hát akkor nem tudom, mi volt a baja. Na mindegy. Lényeg az. Túl közel volt ott az épület, aztán nem lépte rölni. Nem tudom. Ja, még annyit, hogy akkor ez akkor milyen mód? Ez az Enhanced vagy. És ez... Enhanced. Ez mi? De ez mit takar? Amúgy. Hát nem tudom, hát például az, hogy bárki ellen lehet pont. Például a... Ja igen, tényleg. Az amcsik ellen, vagy ilyesmi. Ja, értem, igen. Azt. És akkor ez most a Eastern nézem. Front mód, ami vannak havaspályák is. Ezt a Tiger részenek? Mi van az éján? Hú, basszus, mennyi tank. Itt a király Tigrisen mellett. Elején? Tetején? Ja, ez sas! Ja, az a... Enyémén is van. Ja. Enyémén is van. Érdem is? Ja igen, most nézem. Ott van-e? Így de jó néz ki. Nem tudom, én ezt a szint fogadnám-e, hogyha választhatnék. Na figyeljetek, a Mouse-t ezzel a tankol még soha nem mentem, csak a Roose-be, emlékszel Gábor, de ott is milyen heavy tank volt, emlékszel? Hát nem, super heavy, és tényleg super heavy, júj! Na, mikor épül már fel az a híd? Mindjárt. És gondolom bele rámenni a király tigrisre és befekarnak. Júj, kész a híd! Jó, most figyelj, milyen tolongás, figyelj! Várjál, még átmegyek, és utána jöhetsz te is. Várjál meg. Hopp, királytigris, ezt nézzétek, ott jön a Mouse, júj, milyen lassú. Azt a rohadt életben mekkor átlőtt. Figyeld, ott a királytigris. Ott a... Figyeld, meg se érezte a királytigris az ágyút. Várjál mindjárt. Ne menj előre, várj meg. Na, addig a Mouse meg a király az el van. Figyelj, hogy sem egy sörnek, milyen bátor. Azt a rohadt életbe! Nagyon kemény! Várjál, küldöm előre! Nekem még egy tankom sem ment el. Most fog átmenni az első. Lő ezt a csicska! Vigyázz, bombázás, kint! Mit ért vele, hallod? Ugyan, azt a mennyi tank? Bázza, hogy már csak fél élete van, és akkor belerobbanna az összes tankunk, ami éppen rajta van. Hú, mennyi izé van ott, figyelj! Hívtam oda bombázást. Oké. Okay. Baj, pusztuljatok! Ott van még mindig az az ágyú, már nem. Jó, támadjunk, gyere! Indítsuk meg az offenzívát. Pár tankot azért hagyjál itt, azt a jaktágért szerintem hagyd. Ezt nézzétek, mennyi tank! Gyertek, támadjunk! Ez a Mouse az nagyon kemény! Nagyon beteg az a tank! Ezt nézzétek! Figyelj! Azt a rohadt a Mouse, mekkora átlőtt!
Mennyi életét levitte, hallod? Te hol vagy? Nem bújt még le egyből. Akkor visszaérünk őket, gyertek. De béna ez a tigris. Ez ész basszus, pont a kedvencem. Miért hát hátat fordítanak a idióta ágyúnak? Öcsém. Hallod ez a mauz? Ez egy nagyon beteg tank, hallod? Egyet lőtt, és kegyetlen nagyot robbant. Hát hallod, a üzét is nézd már meg. Beteg. Jobbágyat, figyeld a mauzt, figyeld a mauzt! Jó, hát küldheted azt a szarodat te. Küldheted nyugodtan. Kéne szerelő. Ott egy ágy. Ennyi. Oh, jó, király tigris. Mauz, azt figyeld a mauzt. Nagyon kemény ez a tank. Figyeld! Figyeld! Itt egy embered, már nincs. Hát most kell mondani, hogy fog mi ebben. Figyeld, hogy Gábor is, hogy támad, ezt nézzétek! Igen, azt is lehetne... Vigyázz, bombázás küld, menj onnan! Visszarobbantjuk a hidat. Újra. Áthozzuk az összes tankot, és lerobbantjuk. De csicska, még rendesen le se bír bombázni. Azaz, támadj, támadj, támadj! Ez magától lövik. Angry Birds, mizék már, már lövik a madarakat. És hozza ezért. Eltörnyős. Hát hagyj hozza. Lelke rajta. De kemény. Ott jönnek a madarak! Nem. Menj onnan, megint bombázást hív. Hozzá bombázást. Szerencsétlen erőködik csak. Jó, hívom a Hitler jugendeket. Mondom, hívom őket. Hallod, kilőtték az ézét. Láttam. Ja. Ezt nézzétek, figyeld, figyeld, figyeld! Valamire nagyon rácuppantak. Jött, júj! Figyeld, hűrő tejtőernyősöket! Azt, hogy egyszerre fordulnak! Figyeld. Milyen egyszerre, figyeld! Júj! Hát az így rohadt jó vagy, na, hol. Hoppá, küldözgött a rohadt bombázásokat. Meg kéne bőgani. Nesze te csicska. Hívok még Hitler jöndeket, igen. Azonnal múl. Építsed csak azt a szarodat te! Építsed csak. Legalább lesz mit lerombolni. Nagyon kész ez a mouse. Ez a tong, ez beteg. Ja, fölrobbantod? Ja. Oké. Fókusz óra fognak figyelni, de... Fiat, hogy építi azt a cuccát, én meg áldal lerombolom. De tényleg ez a mauzat durva. Hát az nagyon kemény. Viszont kéne ember, aki szereli a izéket. De várjál, akkor Hitler jugendjém nem bírnak átmenni. Várjál még a hita, várjál még, várjál még. Jó. Automatikusan így elmegy ilyen tök messzire az ember. Miután felszerelt a bombát. Vigyázz! De miért arra megy a Jack Tiger? Ne! Ísakba fog lőni! Te mocsok! Mennyit vett le? Semmit! Hátba!
és meg is tudom szerelni. Ennyi? De csicska. Meg tudja szerelni magát. Á, nagyon. Hívok még ilyen Hitlerjugendet. Jó az, hogyha itt van. Tényleg már, ha itt vagyunk, elfoglalom. Mikor robbantsam föl? Még várjál. Majd szólok. Jó. Itt is mennyi légvédelmi cucc, azt a rohadt. Állítsd be szépen a tankjaidat. Ja, és jó, ott a hozd előrébb, hallod? Jóval hozd előrébb őket. Figyeld, figyeld, kijelölöm az összeset, és figyeld, milyen szépen beállnak egy irányba, figyeld. Vajra. Hopp, ágyú. Ja, hogy izé, eltörnyősök. Jó van. Ennyik vagytok. Meneküljetek csak. Figyelj, mindjárt kikölkölöm. Figyeljetek, figyeljetek, figyeljetek! Mindjárt Maus Astarohat élnek. Menj onnan, ne! Jó. Menj már! Na, mindjárt elintézik a... Na, mehet a híd. Várjál, mehet, 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 mehet. Mehet. Robbansd. Várjál. Jó, megy. Akkor... Levan a gond. Szerelőket ide küldöm. Van egy két izé, ami elég gyenge. Már. Itt már sokkal közelebb vagy. Azért mondom, hozd előrébb. Jó, csak még egy gyors messzerelem. Nézd, még nem tudná, csak ágyút. Ennyi. Még gránátot is dobtál. Annyi volt a pontot, haver. De nagyon betegek ezek a tankok itt. Két egy tigris ész, két sima tigris, egy király, meg egy mauz. Nekem meg... Ez egy király tigris, egy jogtiger, már ketten egyedül legyőzhetnék. Hát az! Van ez egy három tigris, két elefánt, három orrsarvú, meg egy jogpánter. Na, arról meg ne is beszélj. Vidonnam, vidonnam! És küldi ezt a vacskot. Tét lőtték. Mi? A repülőket. De mi? Ja, az én, izé, én, izé. Láttad? Szerintem... Na figyú, ő hozd közelebb őket. Szerintem... Jó, ott van egy tigris, aminek nem kevés élete van. Ezt nézzétek, figyelj. Most megjavultam el. Jó, hát szerintem becsapódott egy repülő. Hallod? Azért. Ez a Maus, ez egy... Fú, de majd figyeld, ez én izémat. Jogtiger, az is akkorát lő. Őrült ez a tank. Mit akarsz az ágyúddal, figyeld? Király tigrisnek meg se kutyan. Juhuhuhu! Ez izé volt. Amúgy észrevettem, ez a... Ez a orszarkó, ez egy nagyon pontos.
Amúgy ilyen pont azt néztem most én is, hogy... Az ennek ez az előnye, viszont hátránya az, hogy nem olyan erős a hátrányozata. Halott kicsit. Hogy? Kicsit. Lehet. Micsoda? Kicsit. Várjál. Hoppá, leszett a Hitler jugendjémet az a rohadt repülő. Mehet. Ezért most ezt megbosszulom. Nem érdekel. Igen, leszetted a csapatomat. Na, hova menjenek kicsit? Nem is tudom, hova kéne. Na, hova gondolod? Ott tettem, figyeld a mouse-t, figyeld a mouse-t! Mindjárt hátba lövi, figyeld a mouse-t! Ne, lőd hátba! Azt a rohadt életbe egy lövéssel! Figyeld ezt az épületet, ami mellett volt, figyeld. Figyeld. Azt a rohadt! Juhuhuhu! Melyik lő? Ja, látom most. Dur! Azt a rohadt! Mekkorát szól? 150 mm-es. Most fog főrobbanni. Na most válni. És ő mindig lő. Azt a rohadt. Most mentig lő az arra, de minden nem áll össze. Kíváncsi vagyok. Nem, most járt le. Most az utolsó költött. Most kell. Figyeljétek a mouse-t. Milyen túlról hallod? Júj, ez a mouse hallod? Nagyon beteg. Na, támadhatunk? Csépen beállítom a izéket. Azt is lebombázta ezeket. Nekem az ósza, jaj, igen. Nem tudom, a késet egy World of Tanks között annak azt mondom, hogy állítólag a 8.6-os módba, vagy hát verzióba már állítólag lesz más form, vagyis ószerbú. Az éjjel tank, énnel látható ez a tank, vagyis páncélvadás. Gyakorlatilag olyan, mint a Hummel, vagy Hummel, vagy a Hummel nyelven mondjuk, csak más a lövege. Páncélvadás az meg ilyen önjáró löveg. Király Tigris. Hol a harmadik? Várjál, nem nekem hova tűnt? Miért csak kettő volt, jó. Ha megijedtem, hogy valaminek vannak. Most az ágyat mindjárt kilövöm. Azt a rohadt! Kérde Tigris meg a jel. Jó van, és leszedi az idióta repülője. Jó, én most kicsit felhúztam magam, úgyhogy szerintem támadjuk meg, mert már elegem van. Leszedi a csapatomat ez figyelj. A szemben. Most 88 mm-essel előre megyek. Figyeld, hogy mennek előre. Figyeld, tök jó. Nem? Egy középen, ez kettő a mellette. Egy ilyen hosszú a csőbe. Na most lőd! Azt a rohadt! Látod milyen teli beltanáltam? Tényleg! Látod? Tényleg nagyon pontos. Azért, mert ilyen hosszú csőve van. Úgyhogy ez nagyon jó.
Jó van már, jó van. Jó, menj onnan, menj onnan! Rálőtt! Rálőtt a izé! Na, mit bombázunk? Lehet, hogy ezt úgy csinálták meg. Jó, már izé van rajta. Flokkázik szerintem. Már ott egy ágyú, ki akarom szedni. Úgyhogy a flokkázni tudjuk. Az, annak az a lényege, hogy az légvédelmi alapból. Ez légvédelmi? Nem, bocs, nem. Pokkázni. Ja, az. Nem flok. Nem a pokkal azért durván. Ja, hogyha ez egy flak. Azt mindjárt 10 000 benzin, basszus. Mikor volt nekünk ennyi, szerintem soha. Nekem már 11 000. Basszus. Most ennek kicsit lement az élete. Tudtam, hogy ahogy elkezdem foglalni a pontot, leszedi. Jó, meg azt a 3 címet is bombázni akar a tankomat. Jó, van, hozza a csak! Megsérül a zsíromos időn, több mint egy lefulladna a repülő. Hallod? Ez nincs, ez olyan izői durva. Ja, Kiger, tudod, oda lövök abba a kis épületbe. Erre. Tudod, hogy elavult. Gyökkér. Láttad? Mhm. Én rohadt kétül. Jó, szerintem. Rohadt gyorsa a torkolati sebessége. Milyen hangjuk van? És ide tette az erdőernyőt. Hova? Hát itt. Jó. Nem bírja elviselni, de elfoglalom neki a pontot. Jó, Gábor. Én ráküldöm a királyt meg a mouse-t. Mehet? Én meg a 3 orszal. Oké, mehet. 3, 2, 1, most. Indulj. Na akkor én is most küldöm, kicsit vártam. Azért lassabb vagy. Hogy kárba azért. Ezt nézzétek, a 2 legdurvább tankomat ráküldöm. Én meg a 3 legfontosabban. Á, mi esélye van, nézd meg! Lőjed, Mahúz, lőjed! És ennyi! Jászta rohadt! Gyökér! És figyelj, szereli a házát! Figyeld! Szerintem ennyi volt! Ennyi volt szerintem. Nem. Még van neki valahol valami. Hogy menjünk. Én lehet ezzel 3-mal. Te is hozzá valami gyorsat. Ja, amúgy ugye elmondom közben, hogy ez a orszarvú, ahol csak annyit, hogy a alapja, alváza, az Panzer 4. Melyiknek? Arra ja, az ének. Tették rá. Hát a orszarvúnak alapja Panzer 4. Sőt, a Panzer 4 alapot még a Hummelnre is felhasználták, a Stug 4-re, a Jagdpanzer 4-re. Ennyi mindenre felhasználták. Nem kellett mindig újat kitalálni. Ha valami jól működik, akkor még kéne új. Hát mondjuk igen, ez így van. Aha, ott van az a cucca. Megvan. Én mondom, hogy hozzá valami gyorsat, azt ezek így döfölnek. Tigris az elég gyors. Jó, igen, mert bele lehet tenni ilyen turbós motor, vagy nem tudom. Ennyi. Látod, milyen messzire oda lőtt, és telibe eltalálta. Ja, nem, ja, azt nem is néz. Na figyeld, várjál. Hadd próbáljam meg én is, majd megmutatom, hogy milyen pontos. Ha ott van, elküldöm akkor onnan őket. Figyeld. Na lőd őket, akkor lőjed, elküldöm. Figyeld. Szedd ki. Innen fogja lőni. De nem értem, hogy most csak ennyi maradt, akkor miért? Ja, mert van benne 2 szerelője.
De csak most elment és így nem látom. Ja. Közelebb kell menni. Vegyök ő. Figyeld, mennyit levetnek ők. Azt a rohadt. Ennyi. Ez rohadt erős. És mi mindig van neki? Mondjam, hol lesz? Ott van, építi a főházát! Ott még hívott gyors, hogy jaktány. Ami házat építek. Ja. Na jó, megyek. Hallod, visszaépítette a főházát! Ez micsoda? Hú, gyorsan! Figyeld ezt a járműzőt, figyeld! Láttad? Jó, hát hozom vissza a tankjémat. Figyelj, nehogy! Itt van nekem közel. Kérdőn. Nekem nem érdekes. Hallok, Tomi. Na? Gránát eső. Mehet, mehet. Bár mondjuk az nem tudom a házat mennyire sérti meg. Na figyeld most. Figyeld, így az ennek az emberek is, hogy jó lesz, figyeld. Mehet, mehet, mehet. Juhuhuhuhu! De kemény! Tudsuggád. Ott jön fönn a tankom. Na semmiért. Figyeld. Figyeld, még ott jön. Volt ott valami cucca, figyeld. Személy, még volt szerelője is. De kemény, hogy estek a bombák. Hogy jött az izé? Adok ilyen ilyen gáz lett volna. Mouse meg ott izé. Döcög hátul max élettel. Azért az se semmi. Azért jó, mondjuk azt a vetszél szerintem. Hogyha az ellenség ilyennel jönne ellened, hát, mit tudnál csinálni? Hát a mouse szerintem még ágyúval se lehet. Tehát szerintem ilyen 5 ágyú egy mouse szerintem jobb hát esetben. Hát ezt nem bírnánk mit csinálni. Mondjuk annyi előnye van, hogyha sokkal támadta lenne, hogy egyszerre nem tud olyan gyorsan újra tölteni. Hát igen, de az akkor mégis durva ez a mouse, úgyhogy. Jaj, nézem a pontokat. Ja, most te vettél az első. Mindenből többet építettél. Több pontja lett. Nem. Még nekem is több pontom lett, mint neki. Szerencsétlennek. Ja. És az durva, hogy ez csak egy normál volt, tehát ez a Eastern Front azért nehezebb, mint a sima. Jóval. Úgyhogy ja. Jó, hát köszönjük. Hát kellett volna, és akkor. Legközelebb hard lesz. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, sajnálom, hogy nem az elejéről indítom mindig, csak az a baj, nincs időm meg helyem fölvenni ennyit. Szerintem bőven elég, hogy végén, ott, hogy láthatjátok, 1 óra 40 perc, fölvesszük a lényeget, úgyhogy köszönöm Peggobornak, hogy velem volt, és majd újra jelentkezünk, sziasztok! Sziasztok!